Szeretettel köszöntöm a kedves fiatal érdeklődőket. Hát arra nem nagy reményt látok, hogy Egerbe tudom önöket csábítani, de azt remélem, hogy legalább a kémiához egy pici kedvet tudok csinálni, vagy fokozni tudom a kedvüket a kémiához. Mi itt délelőtt egy fantasztikus programon vettünk részt, és nagy megtiszteltetés, hogy itt ebben a körben is kísérletezhetek. Köszönöm szépen, jött a jég. És hát nagyon remélem, hogy én most már ugye ide hoztam a kémiai eszközeimet, majd remélem, hogy a varázstoronyban is előbb-utóbb robotok fognak sétálgatni, amit a Innovár küld hozzánk. Na, még nem teszem félre a tréfát, mert még egy dolgot el kell mondanom. Ugye a kísérleteknek van egy balesetvédelme. Én gratulálok azoknak, akik olyan bátorok voltak, hogy előre ültek, remélem, hogy nem fogják megbánni. Minden esetre egyrészt ugye az nagyon fontos, hogy ezeket a kísérleteket, és semmilyen más kísérleteket se próbáljanak meg önállóan megismételni, egyedül elvégezni, ahhoz egy legalább 10 év rutinja kell, hogy valaki önállóan kísérletezgetésbe kezdhessen, addig mindig csak a felügyelt körülmények között dolgozzanak. És a másik, hogy miért vagyok piros inkbe, van az a vicc a hajós kapitányról, akinek jelentik, hogy jönnek a kalózok. Mondja, hogy hozzátok a piros ingemet. Na de hát miért kell az főnök? Hát azért, hogyha megsérülnék a harcba, akkor ne demoralizálja a legénységet, hogy látják az ingemen a vérnyomokat. Közben kiabálnak a kosárból, hogy főnök, főnök, nem is egy, hanem három hajó jön. Akkor hozzátok a barna nadrágomat is. Na hát remélem, hogy erre itt nem lesz szükség. Igyekeztem viszonylag egyszerűbb, kevésbé veszélyes és kevésbé büdös és hangos kísérleteket hozni, de hát a kémiáról azt lehet tudni, hogy hangos, színes és büdös. Én megpróbálom a hangos és színes oldalát kidomborítani, a büdös meg az vele fog járni. Ez a bemutató a kémiai reakciók sebessége tematikára épül, és elsőként szeretnék egy olyan kísérletet előszedni, amelynek a lényege az, hogy majd meglátják, hogy mi a lényege. Ami fontos hozzá, az az, hogy meg kell jól keverni, meg nagyon pontosan kell mérni. Van itt nekem három oldatom, és ezekből pontosan 100-100 köbcentit fogok belemérni ebbe az edénybe, és hát remélem, hogy majd fog valami izgalmas történni. Egy kicsit előtte még megnedvesítjük, és akkor első oldat. Értelemszerűen még semmi. Beleöntjük a második százast is. Hát azt nem tudom, hogy még most is értelemszerűen, de még most is semmi. Hát lehet, hogy az fog kiderülni, hogy ez mindjárt az első olyan kísérlet, amit nyugodtan otthon is megismételhetnek. Kimérnek nagyon pontosan 3x100 köbcenti vizet. Összeöntik egy nagyobb edényben, és akkor mindenki büszke lesz és boldog. Na nézzük, hogy hát egy picit többre vágyunk. Hozzáöntöm, és akkor figyeljünk. És még egyszer figyelj, nagyon szépen figyeltünk. Kettő darab változás történt. Most már csak azt kellene értelmeznünk, hogy miért vezeti ezt föl nekünk a Folyamatok sebessége című kísérleti tematikus bemutatót. Ezt a kísérletet úgy hívják, hogy Old Nassau. Ez arról a előadó teremről kapta a nevét, ahol ezt először bemutatták, ezt a kísérletet. Ez úgynevezett óra reakciók családjába tartozik. Az óra reakciók azok azt tudják, hogy egy darabig nem történik semmi, majd hirtelen bekövetkezik egy változás. Ugye a harmadik folyadék beöntése után volt néhány másodperc, ami üres járat volt, nem történt semmi. Utána jött egy nagyon szép sárga szín, pillanatszerűen.
Ugye, ha visszaemlékeznek arra, amit kémiából tanultak, a kémiai folyamatok lehetnek pillanatszerűek, időben lejátszódóak, vagy végtelenül lassúak. Ugye itt pontosan az a problémánk, hogy ez most időben lejátszódó, vagy pillanatszerű, hiszen kellett idő, hogy lejátszódjon, de amikor lejátszódott, akkor pillanatszerű volt. Hát ennek az a magyarázata, hogy különböző sebességű folyamatok játszódnak a poharamban, és a leggyorsabb elhasználja azt az anyagot, ami a sárga színhez kell. Ez egyébként ólomjodid, ez a sárga anyag, és a jodidion az, ami kell hozzá, hogy leváljon. És van egy leggyorsabb folyamat, ami eszi ezt a jodidiont, addig, amíg ez a folyamat zajlik, nincs elég jodidion a pohárban ahhoz, hogy a csapadék leváljon, és amikor a leggyorsabb folyamat leállt, termelődik a jodidion, és egyszer csak lesz belőle elég ahhoz, hogy a következő folyamat is beinduljon, ez a ólomjodid leválása. Majd a harmadik folyamatban, ami a kék színt adta, ismét a jodidion a egyik főszereplő, mert itt jód keletkezik a jodidionból, és azt a keményítővel tudjuk kimutatni, attól lesz kék a színe. Na, ő volt egy órareakció, és most mindjárt megpróbálkozunk egy másik órareakcióval is. Ehhez kis előkészületek kellenek, mert az lesz a célunk, hogy megnézzük, hogy a reakció sebessége milyen tényezőktől függ. Az egyik ilyen vizsgált tényező, ez a hőmérséklet lesz. Ehhez kértem a jeget, és ehhez melegítek most egy kis vizet ebben a pohárban. És azt csinálom, előzetesen én már ide összekészítettem ezeket a reakciókat. Ezeket a kémcső tartalmakat kell majd összeöntenünk. Kicsit azt megmelegítjük, ezt egy kicsit meghűtjük. És addig, amíg melegszik, illetve hűl, a harmadik páros a szobahőmérsékletű marad, addig én megmutatom, hogy mi a alapreakció. A két folyadékot összeöntöm. Kicsit megrázogatom, és utána először türelmesen várok, majd izgatottan, és a türelmetlenig nem jutottam el, mert szerencsére beindult a folyamat, és nem ráztam elég jól össze, ezért nem volt annyira pillanatszerű, de minden esetre láttuk, hogy valamennyi idő kellett ahhoz, hogy ez a sárga színváltozás bekövetkezzen. Ezt egyébként amiatt, hogy ilyen szép arany-sárga szín keletkezik, ezt aranyórának is hívják ezt a folyamatot. És az lesz a tiszteletes kérésem, hogy néhány segítő szándékú fiatalember, leányzó majd jöjjön, egészen pontosan három, és egy-egy ilyen kémcső párost öntsenek össze, csak most az a helyzet, hogy ennek még egy picit hűlni, illetve melegednie kell, addig egy másik kísérlet, ami valamilyen módon kapcsolatban lesz a kémiai reakciók sebességével. Van itt egy ilyen kis gáz égőcském, és van kis az a felirat, hogy likopódium. Tudja valaki, mi a likopódium? Megmutatom. Ez egy nagyon-nagyon finom eloszlású por, ha nem vagyok elég ügyes, és így próbálom meg, akkor nem is tudom beleszórni a lángba, tetszenek látni? Kicsit beleszólt a fizika és a kémiába. A felfelé áramló meleg levegő olyan sebességgel áramlik, hogy felülről finoman nem is lehet beleszórni. Likopódium por egyébként ez egy fűfélének, egy sásfélének a virágpora, rendkívül finom eloszlású, és akkor, ahogy beleszórom a lángba, ez meglehetősen hevesen ég. A hivatalos tűzköpők is használják ezt az anyagot. Én még arra nem jöttem rá, hogy tudnám úgy a számba venni, hogy ne legyen nedves, úgyhogy a hagyományos módon szórom edénykéből, de láttuk, hogy egy rendkívül heves égési folyamat van. Ugye ahhoz képest, hogyha megpróbálok egy gyújtópálcát meggyújtani, hogy ugyanebből az anyagból van, az jóval tovább tart és jóval nehezebben megy. Nyilvánvaló, hogy a különbség az a felület nagyságában van. Minél apróbra darabolom ugyanazt a mennyiségű anyagot, annál nagyobb a felület, ami rendelkezésre áll a reakcióhoz, és annál gyorsabban fog ez a reakció végbe menni.
Ez a kísérlet egyébként azt is megmutatja, hogy milyen veszélyeket rejt magában, mondjuk egy olyan munkahelyen dolgozni, különösen dohányosként, ahol ilyen por van. Régen a parketta csiszolók ugye csiszolták a parkettát, nagyon finom fűrészpor keletkezett, hogyha ott abban a szobában rágyújtott, biztos felrobbant. Sőt, állítólag a 19. században a gőzhajóknak a több mint fele is ettől a porrobbanástól süllyedt el. Ugye a szénpor ott terjengett a szénraktárakban, valaki bement egy viharlámpával, és már fel is robbant. Úgyhogy erre nagyon-nagyon kell figyelni, vigyázni. Na úgy néz ki, hogy elkezdett megmelegedni kellő mértékben a reakcióelegyünk, úgyhogy ha kérhetem az önkénteseket, tessék! Csinálok itt szabad utat. De ön jelentkezett először, ön választhat. Meleget, hideget vagy szobahőmérséklet? Hideget. Elég hideg, tessék parancsolni. Kérünk szépen még kettő jelentkezőt, még tessék várni, majd egyszerre kell. Még kettő jelentkezőt kérek tisztelettel. Jöjjön. És ön tessének jönni. Hát akartam mondani, hogy most a hölgy válasz, de most ez így már nem aktuális, úgyhogy akkor tessenek eldönteni, hogy ki és melyiket eldöntötte. Övé a meleg, oké. És akkor önnek pedig az a páros, így van. Tessenek kicsit bejebb jönni, hogy mind a hárman odaférjenek, és akkor elmondom, mi lesz a feladat. Elszámolok háromig, és amikor mondom, hogy most, akkor összeöntik a kettőt, nem mellé, nem szanaszét, nem fröcskölve, szépen összeöntik, megrázogatják, mint a lázmérőt, és utána hosszan, egyenesen, nem tudjuk mennyire hosszan kell, de egyenesen tartják, és akkor a közönséget meg arra kérem, hogy majd szurkoljon, hogy ki lesz az első, második és a harmadik. Mi délelőtt a verseny során még ajándékot is kaptunk, én ezt most nem tudom biztosítani, de a elkölcsi győzelem is nagyon nagy szám. De még egyszer emlékezzünk vissza, öné a meleg, öné a hideg, és öné pedig a szobahőmérsékletű. Felkészültek? 1, 2, 3. Jó erősen, úgyni. Kicsi a szőnyegre is ment, de azt nem árulom el. Tetszenek látni? Remélem ezt vártuk. Először volt a meleg, aztán jön a szobahőmérsékletű, és a hideg az meg késik. Vagy nem is biztos, hogy késik, hanem a saját tempójába jön. Kivárjuk, türelmesek vagyunk. Mert hogy nehogy valaki azt higgye, hogy abban meg nem is történik semmi. De már most jó, nagyon szépen megjelent az alján egy pici sárgaság. Ebből, és akkor gyönyörű. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tessenek szívesek lenni visszarakni a kémcsőállványba a kémcsöveket. Mi pedig szűrjük le a következtetést, mondjuk meg a tapasztalatot. Ugye magasabb hőmérsékleten gyorsabban játszódott le a reakció. Ez viszonylag rendben, sőt teljesen rendben van, meg tudjuk magyarázni. Ugye ahhoz, hogy egy kémiai reakció lejátszódjon, ahhoz három dolog kell, ami tulajdonképpen egy. Kell, hogy ütközés legyen a reagáló anyagok között, kell, hogy a megfelelő oldalukkal, irányukból ütközzenek a molekulák, és kell, hogy megfelelő energiával ütközzenek. Azért mondom, hogy ez a három egy, mert ezt így hívjuk hatékony ütközésnek. Na most a hatékony ütközések száma szabja meg a reakció sebességét. Nyilvánvalóan, hogyha melegebb az oldat, több részecskének van kellő nagy energiája, tehát több lesz a hatékony ütközés, ezért gyorsabban fog lejátszódni a folyamat. Nagyjából azt szoktuk mondani, hogy 10 Celsius fok hőmérséklet emelés megduplázza a reakció sebességet. Na de nem csak ez hatám a reakciósebességre, van egy másik kémcső hármasom is, úgyhogy kérnék szépen még három önkéntest. Addig, amíg felgyülemlik a vállalkozó kedv, addig elmondom, hogy ezeket úgy csináltam, hogy ugye itt úgy mértem ki, hogy 5 köbcenti a két reagensből. Itt azt csináltam, hogy 4-et, 4-et és 1-1 vizet.
2,5-2,5 hatóanyag és 2,5 víz, itt pedig 1 köbcenti hatóanyag és 4 köbcenti víz, tehát hígítottam kicsit, közepesen és eléggé nagyon ezeket a reagáló oldatokat, és akkor, hogyha lenne végre 3 jelentkező, akkor meg tudnánk nézni azt, hogy hogyan hat a koncentráció a kémiai reakcióra. Már láthatták, hogy semmi... Jöjjön! Hármat akkor se tud megcsinálni, úgyhogy még jöjjenek valakik. Még legalább egy valaki, és akkor én leszek a harmadik. Pepe! Gyere, Pepe! Így van. Na, még egy fiút. Még egy... Zsolti! Gyere, Zsolti! Így van. Már bánom, hogy fiúkat is hívtam, na de mindegy. Szóval akkor tessék kiválasztani a nem sárga 1-2-3 közül. Az a leghígabb. Az a közepesen hígított, és az a legkevésbé hígított. Feladat ugyanaz lesz. Leghígabb öné a közepes, önél a teljesen erőteljesen alig hígított, és akkor 1, 2, 3. Egyébként mit várunk? Függetlenül attól, hogy kinek szurkolunk, mit várunk? Hol lesz a legvalószínűbb a hatékony ütközés? Így van, a kevésbé hígított esetében, már mintha a sárgát láttam volna az előbb, azért volt egy ilyen kényszermozgásom, de most már megjött, nagyszerű. Jó rázta össze, szinte majdnem egyszerre sárgult meg az egész. Úgy van, ott következik a közepesen hígított. Hát pedig ön választott először. Ugye ez az a dilemma, hogy ha két hús van a tányéron, akkor a kisebbet vegyem el, vagy a nagyobbat. Szereti rázogatni. Jó van, itt is igazolást nyert, hogy mégiscsak volt ebbe valami, hiszen itt is megjelent a sárga szín. Szóval... azt is sikerült igazolnunk. Egyébként tessék megnézni, milyen érdekes, nem tudom, mennyire látszik jól, az a legmélyebb sárga, közepesen sárga, ez pedig még alig sárga. Ugye a szín, az függ a részecskék méretétől. Itt kén, illetve arzin szulfid részecskék válnak le, és amikor még ezek kicsik, akkor még úgy szórják a fényt, most ne figyeljenek ide, miért nem szabad csinálni, akkor még azok úgy szórják a fényt, hogy egészen halvány, ez majdnem fehér, éppen sárgásnak tűnik, és az pedig már elég intenzíven sárga, ott már volt elég idő arra, hogy ezek a picike kis kristálykák elkezdjenek növekedni, és egyre inkább a saját színüket mutatják, nem a fényszórást. Köszönöm szépen, tessenek visszapakolni, és remélem nem esett rosszul, hogy elfogadták a meghívásomat. Oké, köszönöm szépen. Levonhatjuk a következő tapasztalatot, vagy magyarázatot is a tapasztalatainkból, hogy a koncentráció növelésével, ugye egyre több részecske van az oldatban, egyre nagyobb valószínűséggel ütköznek egymással, tehát nő a reakció várható sebessége. Na de azért lássunk már különböző sebességű reakciókat különböző fázisokban, ugye reagálhatnak szilárd anyagok, folyadékok, gázok is akár. Nem hoztam most mindegyikre példát, különösen nem úgy, hogy mindegyikből gyorsat is, meg lassút is, de talán egy érdekes kísérlet lehet. Ez a kis tojáska. Az lesz most a feladatunk, hogy kikeltessük ezt a tojást, és megnézzük, hogy ki lakik benne. Ez most annyiban lesz szokatlan tojáskeltetési eljárás, hogy viszonylag gyorsan adjuk át azt a meleget, amit a kotló anya viszonylag lassan tett volna. Picit megmelegítjük, és indul a reakció. És hát jól látszik, hogy micsoda veszélynek vagyok kitéve, hiszen egy valóságos homoki vipera tojást melengedtem a keblemen. És hát egyszerűen megdöbbentő, hogy abból a kicsi tojásból mekkora kígyó kelt ki.
Igaz? Ez, hogyha most a bemutató célja szempontjából nézem, akkor ez egy viszonylag lassú vagy mérhető sebességgel lejátszódó szilárd fázisú reakció volt. Szoktam proszlizni ezzel a hallgatóságot, hogy mi az, amit először megtanultak kémiából, ugye az az anyag megmaradás törvénye, anyag nem vészel, nem keletkezik, csak átalakul. Na most kíváncsi vagyok, hogy ki tudja nekem azt bemagyarázni, hogy ebbe a kígyóba ugyanannyi anyag van, mint a picike kis tojásba, amiből keletkezett. Hát az igazság az, hogy nem hogy annyi anyag van benne, még kevesebb, ugyanis a hő hatására lejátszódott egy termikus bomlás, ami gáz és vízgőz képződéssel járt, és ennek a eredményeképpen a maradék szilárd anyag az felfúvódott. A gáz felfújta, és egy egészen furcsa szilárd hab jött létre, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon gyenge állagú anyag, ami hát nagyon kicsi sűrűségű, tehát gyakorlatilag a kis tojásnak az anyaga fúvódott fel a keletkező gáz által, és jött létre ez a kísérlet. Emlékezzünk meg a feltalálójáról, ő Wöhler, gondolom jól cseng mindenki fülében az ő neve, a vis vitalis elméletnek a megdöntője, tehát ő igazolta azt, hogy hülyeség, hogy élő anyag csak élő szervezet által állítható elő. Ehhez hasonló ilyen termikus átalakítással csinált ő karbamidot, de ezzel a kísérlettel sokkal nagyobb sikere volt, ezt a fáraó kígyója kísérletnek nevezte el. Na, most akkor nézzünk egy, hát illetve most csak egy kis előkészítés. Mert ehhez is kell egy kis idő, ehhez a folyamathoz, ami itt következik. Különösen úgy, hogy nincsenek itt hozzá a vegyszerek. Hát akkor ezt ad acta teszem ezt a kísérletet egyenlőre, amíg meg nem találom a hozzávaló vegyszereket, de csinálunk egy másik, remélem, nem kevésbé érdekeset. Hát a fiúkba bízom, hogy esetleg ismerik a ninja filmeket. Ninja eltűnési trükk, megvan? Megpróbálom ezt a ninja eltűnési trükköt most megmutatni az én verziómban. Egy kis folyadék kell hozzá a Erlenmeyer lombikba, és majd egy pici szilárdanyag. Ezt kiadagolom előre. Aztán majd később elmondom, hogy mi micsoda, de most még előbb nézzük a tapasztalatokat. Ugye az a... nem fog beindulni a tűzjelző, remélem. Ezben biztos vagyok benne, hogy nem fog beindulni, mert ez vízpára, ami keletkezett, illetve köd tulajdonképpen. Ez az alapvető különbség a ninják eredeti trükkje és e között, hogy ott ugye füst keletkezik, itt pedig köd keletkezik. Ugye az alapvető különbség az az, hogy a füst esetében egy 500 nanométeres szilárd szemcsék vannak a gázban eloszlatva, a köd esetében pedig folyadék cseppecskék. Hogy keletkeznek ezek a folyadék cseppecskék? Úgy, hogy hidrogénperoxidot tettem a lombikba, és beleszórtam egy kis káliumpermanganátot. Lejátszódott egy reakció, aminek eredményeképpen barna kő keletkezett. Ez barna kő, ezt nagyon szépen meg tudom mutatni, hiszen a visszamaradó lé az ilyen barna pici szemcséket tartalmaz, és ez a barna kő nagyon hatékony, mangándioxid egyébként, nagyon hatékonyan katalizálja a hidrogénperoxid bomlását. Hirtelen rengeteg oxigéngáz keletkezett, és ez a gáz magával visz folyadék cseppeket a lombikból, és így jött létre ez a ködoszlop, ami mögöttel is tűnhettem volna, akár ha befejeztem volna már a kísérleteimet, de még nem, még van néhány, úgyhogy még maradunk egy kicsit. Méghozzá most jöjjön egy eléggé, nem, még ne jöjjön, csodálatos kísérlet, majd az is fog, de hogyha már most beszéltünk arról, hogy vannak anyagok, amelyek egy folyamatot fel tudnak gyorsítani, ezek ugye a katalizátorok, akkor illik azt megmutatni, hogy vannak olyan anyagok is, amelyek meg bizonyos folyamatokat le tudnak lassítani.
ezek meg az inhibítorok. Még maradt egy ilyen aranyóra párosom, és az egyikhez én öntök egy kis rezet. Remélem jóhoz. Még egy picit biztos, ami biztos. Úgy. Az szemfülesebbek észrevehetik, hogy itt történhetett valami, mert kéket öntöttem hozzá, de most nem kék, eltűnt a színe. Alkalmattán majd lehet, hogy ezt is meg tudjuk magyarázni, de most gyorsan összeöntöm. Megrázom. És most vagyok buta, hogy nem hívtam senkit, mert ezt a kémcsövet is tartani kell majd egy darabig. Minden esetre, hogy ezzel ne menjen az idő, azt csinálom, hogy ide behelyezem, és azt kérem szépen, hogyha valaki érdemi változást lát a kémcsövemben, akkor szóljon. Valami van, ugye megsárgult, de nincs benne csapadék. Tehát az a reakció, amit ott vártunk, az egyelőre nem játszódott le. És jó, nem árulok zsákba macskát, addig előszedem a következő kísérletet, és akkor majd utána vissza, ez még meleg, visszatérünk rá. Az embernek annyi mindenre kell figyelnie, hogy ez nem mindig sikerül 100%-osan. Hogyha meleg lapra teszem rá a poharat, akkor felmelegszenek az oldatok, és előfordulhat az, hogy nem az, vagy nem úgy történik meg, ahogy én szerettem volna. Na, ilyen se volt még mágneses keverő a mágneses keverőn. Egyébként fordítva is jártam már, nagyon nagy tél, januári télbe mentem kísérleti bemutatót tartani, megérkeztem nem tudom mennyi idő után, és amikor hozzákezdtem volna kísérletezni, nem történt semmi. Annyira lehűltek a vegyszereim, hogy annyira lelassultak a folyamatok, hogy egyszerűen nem is akartak menni. No hát ezért érdemes nyáron kísérletezni, járni. No, a következő ilyen három barna üveges kísérletem, nem mondom el a nevét előre, mert azzal lebuktatnám magam, viszont azt elmondom, hogy sajnos ez is mérést igényel. Most 50 köbcentit próbálok meg kimérni. Első anyag, második anyag, ezt a nagyon kedves kollégáim bízva a teljesítő képességembe A, B és C betűkkel jelölték. Egyébként illik róluk megemlékezni, hogy az ember könnyen jön itt szórakozni, meg szórakoztatni, vidámkodni, hogyha vannak, akik előkészítik a munkáját. Hogyha ezt mind magamnak kellene előkészítenem, akkor jobban megfontolnám, hogy mikor és hova megyek kísérletezni. Itt van. Most tanára talán azt mondhatjuk, hogy történt valami, ugye? Tehát jó, sokat kellett várni. Nyilvánvalóan a rész, amit hozzátettem, az lelassította a folyamatot, de vajon milyen módon lassította le? Itt nem mondtam még, hogy a két hatóanyag, ami reagál egymással, az nátrium arzenit és nátrium tioszulfát. És kén keletkezik, illetve arzén szulfid keletkezik, mind a kettő kék színű. Na most a réz az a tioszulfáttal képez egy vegyületet, egy komplexet, és ezáltal lecsökkenti a szabad tioszulfát ion koncentrációt, és ezáltal azt a helyzetet állítja elő, amit már modelleztünk, hogyha kisebb a reagens koncentrációja, akkor lassúbb lesz a folyamat. Na nézzük ezt. Ez is kísértetiesen úgy indul, mint az előző, hogy sárga, csak ez átlátszó sárga, és ebből szép kék lesz. Na most ezzel az a különlegesség, hogyha pontosan 3, 4, 5, 6-szor ráütök a pohár tetejére, akkor vissza tud sárgulni, és ami még sokkal izgalmasabb, hogy az oldalra csak egyszer kell ráütni, hogy újra kék legyen. Megpróbálom még egyszer. 1,
2, 3, 4, 5, 6, és akkor elszíntelenedik, és akkor ugye a oldalára egyet, és akkor megkékül. Remélem, hogy mindenkiben minden két ejt eloszlattam, mert itt előbb volt Harry Potter, ő csak így rá csapott volna a varázspálcájával, meg így, na erről már lemaradtam, úgyhogy most már itt az ideje bevallani, hogy ez a reakció, ez az úgynevezett oszcilláló reakció, ami azt tudja, hogy hol megjelenik a jód, hol eltűnik a jód. Az, hogyha én el tudom hitetni önökkel, hogy ez a kopácsolástól van, de csak azért van, mert viszonylag jól előre látom, hogy mikor fog a változás történni, de néha eldumálom, és akkor lemaradok róla. Ez az egyik legbonyolultabb reakció, amit hozhattam önöknek, ez egy úgynevezett kaotikus rendszer. Az biztos, hogy előbb-utóbb váltani fog, de az, hogy mikor és hogyan és hol, az mindig a véletlen műve. Mindenesetre ez annyival bonyolultabb, mint az előző kék történetünk, az Old Nassau, hogy itt van, amikor azok a folyamatok gyorsulnak fel jobban, amelyek a jódot termelik, ilyenkor megkékül, és vannak azok, van olyan időszak, amikor azok a folyamatok gyorsulnak fel, amelyek a jódot fogyasztják, és olyankor pedig eltűnik a kék szín, tehát ide-oda billeg a rendszer, a jódot termelő folyamatok túlsúlya és a jódot fogyasztó folyamatok túlsúlya között. Most már, hogy leállítottam a keverést, talán lehetett látni azt, hogy a kék szín terjedése az ilyen hullámszerű volt. Várjunk még egy periódust, és akkor kiválóan lehet látni, hogy fölülről indul és lefelé haladva tölti be a rendelkezésére álló folyadékteret. Ilyenkor látszik, hogy ez valójában egy kémiai hullám. Valahonnan elindul és valahová elmegy az a átalakulás, ami előidézi a jódot termelő vagy a jódot fogyasztó folyamatoknak a felgyorsulását. Ha már a katalitikus folyamatoknál tartunk, és azt is még hozzáfűzhetjük, hogy ez az előző ninjás történet, ez egy úgynevezett heterogén katalízis volt, igaz? Folyadéknak a reakcióját katalizálta szilárd anyag. Most megkísérlek egy olyat, csak a jó szerencsémben merek bízni, hogy a szőnyeg sértetlen marad. Szóval megkísérlek egy olyat, amiben homogén katalízis lesz, tehát folyadékállapotú egyszer a anyag, ez továbbra is hidrogénperoxid, és folyékony halmazállapotú lesz az az anyag is, ami a katalízist elvégzi. Ezt úgy tudom megoldani, hogy feloldom, ez a kálium-jodid. Egy adag kálium-jodid, egy pici víz rá. Még egyszer megmutatom, hogy nem szabad soha rázni, hogy el ne felejtsék. Még egy kis mosogatószer bele, hogy hatékonyabb legyen a történet. YouTube nézegetők azért találkozhattak már ezzel a folyamattal, ami most következik, ez elég közkedvelt kísérlet, az a neve, hogy az elefánt fokrémje. Feloldottam a káliumjodidot, ott van a hidrogénperoxid, benne a habosító, és akkor hozzáöntöm, és jön a hab. És mázli van, mert nem ment le a szőnyegre. Az a legborzasztóbb, amikor labort avatni hívnak meg, és akkor mindjárt a legelső használat során beleég az asztalba valami jel, vagy rá kerül valami barna pohárolj. Ezek mindig olyan rettegéssel töltenek el. No, hát itt mi volt? Ugyanaz volt, hogy a hidrogénperoxid bomlását katalizáltuk, oxigén keletkezik-e közben, és ez az oxigén most nem ködöt csinált, hanem most habot fújt föl, és a kálium-jodid oldásakor keletkezett jodidionok
katalizálták ezt a reakciót. Hát rossz nyelvek szerint körülbelül 2000-szeresére nő meg a reakciósebesség a jodid-ionok jelenlétében, és ez azért elég jelentős különbség. Na most hát remélem, hogy érdekes lesz, didaktikusnak mindenképpen gondolom. Egy olyan folyamat, majd ehhez szeretnék ismét önkéntes segítőt kérni. Itt már nem olyan nagy a feladat, csak időt kell mérni. Öntök ebbe a pohárba oxálsavat. Kicsit megsavanyítom kénsavval. Még egy kicsit. Annó azt tanultam kémia tanítás módszertanából, hogy a több az mindig jobb, mint a kevesebb. Nyilván azok a tanáraim, akik tanítottak ezt, azonnal letagadnák, de van ebben némi igazság. És akkor így, hát majdnem olyan 21. századi eszköz, mint amikkel itt ez a terem eddig is tele volt, egy automata pipetta, amivel nagy pontossággal lehet térfogatot mérni. Fél köbcentit fogok mérni, és bele fogom az oxálsav oldatba pipettázni ezt a kálium permanganát oldatot, és akkor azt szeretném kérni, hogy amikor bele megy, akkortól tessenek mérni az időt, addig, amíg újra el nem szintelenedik az oldat. Van ilyen, aki ezt megteszi nekem? Oké, köszönöm. Jön az első adag. Szólok is, hogy egyértelmű legyen, hogy most. Látható, hogy viszonylag szépen halványodik, és most eltűnt. Mennyi volt ez az idő? 10 másodperc. No, akkor gyakoroljunk egy kicsit, újabb mérés. Elkészült? Most! Halványodik, eltűnt. Most csak 5 másodperc, a francba. Ennyit téved a telefonja? Le kell azt már cserélni. Na, még egy harmadik próbálkozás. Lehet? Most! Halványodik. Most? Most még kevesebb, egyre rosszabb a telefonja, vagy az is lehet, ugye ettől szép a természettudomány, hogy egy kísérletből nagyon sokféle tapasztalatot lehet leszűrni. Van, amikor az jó tapasztalás, van, amikor egyáltalán nem jó, teljesen fals. Most itt arról van szó, hogy pontosan a várakozásunkkal ellentétes dolog történik. Ugye azt várnánk, hogy ahogy csökken a reagens tartalom a pohárba, ugye egyre lassúbb lesz a reakció, ehelyett hát alig tagadhatóan felgyorsult. Nagyon mi lehet ennek az oka? Valami segít, ugye? Hogyha egy folyamat egyszer valamennyi ideig tart, utána meg rövidebb ideig, akkor csak egyre szabad gondolni arra, hogy vagy felmelegedett, ami nem lehet, mert ez nem melegedős, vagy a másik lehetőség az, hogy katalizátor befigyelt. És itt ez van, ezeket a folyamatokat úgy hívjuk, hogy autokatalitikus reakciók, nem keverendő össze az autokatalizátorával, az egy sima katalizátor. Itt viszont az a autokatalitikus reakcióknak az a mechanizmusa, hogy a folyamatban keletkezik olyan anyag, ami a továbbiakban katalizálja a reakciót. Itt ugye oxálsavba káliumpermanganátot teszek, és az elszintelenedés is mutatja, hogy mangán 2 ionok keletkeznek, és ezek a mangán 2 ionok katalizálják a további folyamatot, és ugye egyre több mangán 2 ion van a rendszerben, egyre rövidebb idő kell ugyanakkor a mennyiségű permanganátnak a elszintelenítéséhez. Na, ez volt hát egy autokatalitikus reakció. És akkor most valahogy úgy alakult, hogy a végére marad, de azt azért tudniuk kell, hogy rendes vegyész tüzeskedés nélkül nem nagyon tart bemutatót. Mindannyiunkat a pirománia gyanúja, vagy vágya kísér, és mindannyiunkat a piromániához való többé-kevésbé gyengéd viszonyunk vitt a vegyész pályára.
Nos, most én is még egy picit tüzeskedni fogok. Hoho! Kihúztam a kosarat és találtam még egy reakciót. Van még időm? Oké. Okay. ez az a válasz, amit annyira szeretek hallani. Ugyanis akkor, hogyha most még a vizet is megtalálom, meg lett, akkor csinálunk még egy kísérletet. Ehhez egy kis vas három oldatra lesz szükség. Jól megsavanyítjuk sósavval. Igen. A maradék vizet hozzá öntjük. És lesz egy ilyen sárga folyadékunk, ami hát nem biztos, hogy túl jól mutat abba a nagyon nagy lombikba, átteszem egy számmal kisebbe. Így kell a mosogatni valót feltornázni. Jó, na, és akkor az lesz a történet, hogy ehhez hozzáöntünk nátrium-tioszulfát oldatot. Tessenek figyelni, hogy milyen változások lesznek a edényben. Na szuper, három reakció volt, ugyanabban az edényben, egymást követően, három különböző sebességgel. Az első, leggyorsabb folyamat az a elszíneződés volt, az ibolya szín. Ez a vas három ionoknak, a hozzáadott tioszulfát ionokkal alkotott pentalkvo-monotioszulfátó komplexének a színe volt, ami hát pillanatszerű sebességgel keletkezett. Ja, szoktam mondani, hogy kifelé azokat engedjük ki, akik vissza tudják mondani ezeket a neveket. Mondom még egyszer, pentalkvo-monotioszulfátó ferrát 3, ami hát az a szép ibolyás színű folyadék volt, pillanatszerűen keletkezett, ahogy hozzáöntöttem azonnal. És viszonylag gyorsan el is tűnt, ez azért van, mert a vas 3-at a tioszulfát ionok redukálják vas 2-vel, olyan ez, mint egy rossz házasság, gyorsan létrejön, aztán kinyírják egymást. Itt konkrétan a tioszulfát a vas 3-at, ebből eldönthetik, hogy ki volt a fiú és ki a lány. Én nem foglalok állást. Lényeg az, hogy a második közepes sebességű folyamat az volt, amikor eltűnt a komplexnek a színe, és a harmadik leglassúbb reakció, ez a kén kiválás. Ugye tioszulfát fölösleg volt, savas volt az oldat, ezért aztán tioszulfátunk fölöslege elbomlott, és elemi kén keletkezett. És itt is nagyon szépen látszik az, amire az előbb felhívtam a figyelmüket. Az első pillanatban még majdnem fehérnek tűnt, és ahogy itt húzom az időt a szöveggel, egyre sárgább, hogy nőnek ezek a kén szemcsék, hogy folyamatosan, ez igazolja, hogy folyamatosan zajlik most itt ez a folyamat. Tehát három különböző sebességű reakciót tudtunk egymás után megfigyelni egy bödönben. Remélem, hogy megérte egy picit várni a tüzeskedéssel, de most már nem várunk tovább. Van nekem itt egy porcelántálkám. Van egy lombik. Ajaj, bocsánat. Amikor tévés felvétel van, akkor még jobban szoktam arra ügyelni, hogy a eszközeim tiszták legyenek. Így gyorsan kiöblítem, elnézést. Az időhúzásért, szóval van egy frissen mosott lombikom. Hogy? És van egy ilyen 20 literes ivóvizes palackom. Mind a háromba ugyanabból fogok tenni. Egy kicsit ide, egy kicsit ide, meg még egy kicsit ide. Úgy. És akkor majd most szeretném azt kérni, hogy a villanyokat legyenek szívesek a közelállók leoltani. Szóval szépen, remélem, hogy ennyi
ennyi fényelvonás elegendő lesz. Talán látszik a lényeges látvány. Egyrészt az, hogy egy szép, kényelmes égési folyamat játszódik a porcelántálban, másrészt az, hogy ez milyen szép zöld színnel történik. Meggyújtjuk a második edényünkben. Hát abban egy, nem akarok senkit rábeszélni, de talán érezhetően gyorsabb égési folyamat játszódott le. Végig szaladt a lángnyelv a lombiknak a falán. És akkor ezt most jó alaposan megrázogatjuk, ezt az edényt. És erre is rágyújtunk. És ez viszonylag gyors volt. No, hát egy rövid magyarázat. Először is, hogy miért fontos ez a reakció. Ez a reakció azért fontos, mert meg lehet vele különböztetni a metilalkoholt az etilalkoholtól. A metilalkohol lángját a borsav zöldre festi. Tehát látszik, hogy ez metilalkohol volt. Az etilalkohol lángját nem festi meg a borsav. Tehát hogyha nem tudjuk eldönteni egy alkoholról, hogy ihatjuk-e vagy se, hozzávágunk egy kis borsavat vagy boraxot, és meggyújtjuk. Ha zöld a lángja, akkor jó, hogy nem ittuk meg. Ha nem zöld a lángja, akkor nyugodtan megihattuk volna, ha nem tesszük hozzá borsavat. Jó, ez az első lépés. A másik pedig az, hogy ugyanannak az anyagnak mennyire más a reakciója a körülményektől függően. Ugye itt csak az elpárolgó metilalkohol ég, a levegő kívül van, határfelületen találkozik egymással gyakorlatilag a két anyag, ez egy diffúz lángnak mondhatjuk. Ebben az esetben, hát nem mosogattam volna én el, ha nem lett volna muszáj, azért volt muszáj, hogy nedves legyen a lombik, ne engedje párologni a metilalkoholt. Így a metilalkohol zöme a lombik falán volt felkenődve, amikor meggyújtottam, akkor szépen azon futott végig a lángcsóva. Ez lényegesen gyors, nagyobb felület miatt gyorsabb volt, mint itt, de lényegesen lassúbb, mint itt ebben az esetben, ahol a rázogatással tulajdonképpen azt értem el, hogy elpárolgott a metilalkohol, összekeveredett az égés tápláló levegővel, és ez a robbanás, amikor az éghető anyag és az égés tápláló közeg elegyét gyújtjuk meg. Itt elvileg, illetve van róla felvétel, úgyhogy alkalmattán vissza lehet nézni lassítva, hogy egy láng front halad, és minél gyorsabb az égés, annál gyorsabb ez a, ennek a lángfrontnak a haladása. Meg lehet pontos adatokkal mondani, hogy mikor beszélünk már robbanásról. Nos, itt ahhoz, hogy ezt az 50 centi utat megtegye, ehhez a másodperc töredékére volt szükség, tehát ez egy eléggé robbanásszerű folyamat volt. Úgyhogy ez is mutatja azt, hogy miért kezdtük azzal, hogy ne nagyon ismételjék a kísérleteinket, hanem muszáj, azért, mert ugyanaz az anyag elképesztően másképp tud viselkedni, attól függően, hogy milyenek a kísérleti körülmények. És ahhoz kell az igazi kísérleti rutin, hogy az ember meg tudja azt előre mondani, hogy az általa biztosított körülmények között milyen folyamat fog lejátszódni. Na és akkor most végül egy, hát nem föltétlenül ebbe a didaktikába illő kísérlet, de egy olyan kísérlet, amit minden bemutatómnak része. Azért is, mert ez nagyon nehéz kísérlet, és nagyon büszke vagyok rá, hogy tudom. Ez egy úgynevezett gondolatmegjelenítő kísérlet. Ugye van egy teljesen üres papírom, és mindig azt szoktam kérni a közönségtől, hogy koncentráljon arra a gondolatra, ami a bemutató közben legtöbbször járt a fejében. És akkor azt elő tudom hívni. Átmegyek a másik oldalra. Nem tudom, hogy jó. Így jó. Igen. És akkor megvan ez a gondolat? Mindenkinek? Akkor hívom, sőt, meg is mutatom mindenkinek. Ha tényleg erre gondoltak, akkor nem hiába jöttem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm. Még ennek a magyarázatával adós vagyok, még azt gyorsan elmondom, hogy rézzel és fenolftaleinnel írtunk a papírra, és ammóniát fújtunk rá, és ugye egy résztetramin komplex keletkezik, ami a kékszínű, és a fenolftalein pedig az ammónia lúgosságát mutatja, meg most már azt is, hogy milyen gyorsan párolog az ammónia, ezért van olyan büdös. Úgyhogy meneküljenek. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet.